A mai értékek számbavétele nagyon fontos feladat. Ennek összeállításához bárki segítséget nyújthat és javaslatot tehet, hiszen a környezetünk is bővelkedik ezekben. Ha számba vesztük azt a sok száz helyi értéket, amelyek már a megyei értéktárban szerepelnek, akkor mondhatjuk, hogy gazdag megye vagyunk, mondta Cservenyák László, a zsűri elnöke. Én muzeológusként elég jól ismerem a megyét, annak a történelmi, természeti, irodalmi, épített örökségi emlékeit, a mezőgazdasági és egyéb termékeit, amelyek mind-mind hozzájárulnak a megyének az értékéhez. Nagyon sok hungarikumunk van csak a három pálinkára, hogyha utalnék, de emellett a természeti értékeink is rendkívül gazdagok. Az épített örökségünk, a szakrális kultúránk, a korok, középkori templomaink. Tehát mellette viszont azok a szellemi örökség is, amelyet azok a meghatározó emberek, akik a megyében éltek, legyenek a költők, tudósok, alkotók, mind-mind a megyében alkották. És erről egy nagyon rendkívül vaskos értéktár jött létre, egy megyei értéktár, amely a felkészülést is segíti a mai versenyre, és ezt mutatja azt a gazdagságot, mivel rendelkezik a megyénk. A mai fiatalság a jövő. Ők viszik tovább a mi értékeinket, és reméljük, hogy a mai verseny ezt megerősíti, mondta a zsűri elnöke. A diákok kiválasztása során minden csapatnál az volt a fő szempont, hogy a versenyzők érdeklődjenek a történelem és a néprajz iránt, valamint csapatként tudjanak együtt dolgozni. A Tiszaszalkai Általános Iskola felkészítő tanára is ezek alapján választotta ki azt a 4 tanulót, akikkel idén negyedszer képviselteti magát az intézmény a vetélkedőm. Pedagógusként szintén nagy szakmai kihívás egy ilyen versenyre felkészíteni a diákokat, mondta el televíziónknak a felkészítő tanár. Már most egy negyedik éve készítem fel a gyerekeket, úgyhogy én már elég sok mindennel tágul a világom, és a gyerekek pedig megpróbálják ugye a hagyományokat őrizni, ezeket továbbvinni. Egy érték a tavalyi évben a tiszaadonyi kecske sajt, például a mi csapatunknak a fémjelzésébe került a megyei értéktárba, tehát a mi javaslatunk alapján lett a megyei értéktárnak a része. Ez a gyerekeket még tovább sarkalta, és ugye engem is és a kollégáimat is, hogy igen, van értelme a munkánknak, úgyhogy emiatt mindenképpen arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy ebben a verseny, vagy ehhez hasonló versenyeken vegyenek részt. A mostani verseny a tavaly novemberi internetes fordulóval indult, ahonnan 2 korosztályból 9-9 csapat jutott be a most több helyszínen zajló középdöntőkbe. A középdöntők korosztályonkénti első helyezettjei jutnak majd tovább a megyei döntőbe, a végső megmérettetést pedig az országos döntő jelenti a csapatok számára.